Az említett igen népszerű garázs példa csak két oldalon sánti. Amikor én 1973-ban Amerikában egy hosszabb ösztöndíjon voltam, akkor meglátogathattam néhány ismerősnek, mérnöknek a garázsát. Hát az a garázs akkor úgy felszerelésében és területében mondjuk nagyobb volt, mint a Vitukinak az egész műszerfejlesztési részlege. A másik dolog meg a Hold program volt az, amiből kijöttek azok a melléktermékek, amiknek alapján egy garázsban össze lehetett állítani az IBM gépet, aminek az előzménye volt még a Sinclair személyi számítógép őse. Ha megnézzük az igazán nagy projekteket, például a Manhattan tervet, ami az atombomba előállítását jelentette, vagy jó néhány más központilag finanszírozott fejlesztési elképzelést, akkor azok mellett és azok közül az emberek közül, akik ott dolgoztak, az egyetemi laborokban és a garázsban született ötleteket is kidolgozták. Ugye először is a példát én loptam Helmut Schmidt-től, aki humorból azt mondta, hogy a Németországban se tud három ember garázsba világcéget alapítani. Azt mondja, hogy ennek a Németországban két oka van. Egy, a német szabályok szerint a garázsnak nem lehet ablaka. Kettő, ugyancsak a német törvények szerint ablak nélküli helységben senkinek nem szabad dolgoznia. De hát ez vicc. Ugye én úgy gondolom, hogy az igazi probléma az Magyarországon sok tehetséges fiatal, még mindig sok tehetséges fiatal van, és sokan vannak, akik műszaki tehetséget, tehát csinálják. Én egy csomót ismerek. A igazi probléma az, hogy nem mennek be a gazdaságba. Tehát ők élnek abból, hogy ők itt ennek. Tehát amit itt a miniszter úr is elmondott, ugye Rubik kocka eljátszik vele, de senki nem volt hajlandó finanszírozni a vállalkozását. Amiben én egyetértek úgy egyébként, hogy a élvonalbeli műszaki munkához labor kell. Na de nem ez hiányzik Magyarországon igazán, mert még már laborunk csak lenne, sőt színvonalas laborunk is van, ugye erre óriási költséget fordítanak valahol, és állítólag szintén vezetéstudomány abszolút tapasztalat, hogy egy nagyvállalatnál a műszakiaknak kell adni egy kis időt, hogy csináljon, amit akar. Ezt Magyarországon is sokszor csinálták. És egy idő múlva kigyűn valami, de nem az a probléma, mert tényleg kijön, és tényleg hát nagyon jó magyar találmányok vannak. A probléma az, hogy ennek a gazdasági hasznosítását nem tudjuk elintézni. Ami részben tudáshiány, részben pedig az, hogy hát egyáltalán érdemes Magyarországon vállalkozni. Varga Mihály miniszter úrhoz intézett kérdésében Morvai úr veszélyes hulladéknak minősülő anyag semlegesítésével kapcsolatos innovációs elképzelését és annak akadályait fejtegette. A közelmúltban a bányász szakszervezetben ez a téma egy komplex vidék és gazdaságfejlesztési elképzelés részeként merült fel. A vita a felhagyott szénbányászat újraindításának gazdasági kérdései körül folyt. Abban mindenki egyetértett, hogy miután az utolsó vályár és bányamérnök is eltávozik közülünk, felesleges lesz erről beszélni. A szénre épülő technológiáknak csak egyik eleme, mondhatnák ma már csupán mellékterméke a hő- és villamosenergia termelés. Tágteret adna az innovációnak, ha például módja és lehetősége lenne az innovációs szövetségnek koordinálni ezen a területen is. Visszatérve a miniszteri beszédre, ha azt a felügyelő bizottság a 26. közgyűlés előtt visszahallgatja, akkor a szövetség és a kormányzat kapcsolatának harmonizációjáról fog beszámolni? Ó, Istenem, ugye az, hogy a magyar politikai élet milyen, hát azt talán olyan nagyon részletesen nem fogom kifejteni, de azt a megjegyzést megengedem magamnak, hogy az összes szociológiai felmérés szerint Magyarországon a szakmák presztízse szempontjából a politikus a legrosszabb. Ezen pillanatnyilag nem tudunk változtatni, miniszter úr egyébként nem tartozik a legrosszabbak közé, ő egy kivétel a politikusaink között, akik szintén nagyon sok rendes, tisztességes ember van, de egészében a teljesítmény rossz, és én azzal egyetértek, hogy egy ember nem csinál nyarat, mint a fecske.
Az igazi probléma ennél azonban jóval több. Jóval több és messze súlyosabb, amit én próbáltam érzékeltetni. Az igazi probléma társadalmi. A társadalmunkat leszoktatták a küzdelemről, a versenyről, leszoktatták a teljesítmény követelményekről. És a mai fiatalság, ugye, mert az, hogy az öregek már ilyenek, ezen hát nem nagyon tudunk változtatni, néhányan, ugye az Innováció Szövetség egy csoda. Itt egy csomó olyan ember gyűlt össze, aki alkotni akar, aki tesz azért, de ez kivétel Magyarországon. Az általános magyar álláspont az nem ez. És mondom, ennek az a következménye, hogy az utánpótlás hát egészen döbbenetes. Nem tanulnak, már ugye én valójában csak a felsőoktatásban találkozom a fiatalokkal, a családon túlmenően. A felsőoktatásba bekerülők abszolút nem tudják, hogy kell tanulni, nem tudják, hogy dolgozni kell. Semmilyen elképzelésük nincs arra vonatkozóan, hogy mit akarnak csinálni, hogyha az ember megkérdezi a végzés közel levő gyerekeket, akkor azt, hogy mi hova fog menni dolgozni. Hát Nyugat-Európában egy ilyen kérdésre van ilyen Erasmus, meg mit tudom, milyen programok keretében módon van megfeltenni a nyugatiaknak a kérdés, az pontosan tudják, mit fognak csinálni. Magyarországon azt mondja, a legalább a fele a társadalmi, fogalmunk sincsen, majd valami lesz. Ilyen viszonyok között. Volt egy intézményrendszerünk, ami a rendszerváltással vagy gazdaságtalanná vált, vagy azért vásárolták fel, hogy ne itt legyen. Ennek eredménye, hogy most egyáltalán nincs versenyképes kutatófejlesztő intézményrendszer magyar kézben. A kérdés az, tudunk-e valamit tenni, vagy maradt-e még valami az atomenergetikát nem számítva, amihez értünk, és ami mögött világszinten elismert kutatói, oktatói és gyártóbázis van, mint a KFK-i utódintézményei, a BME Nukleáris Intézet és a GANZ szivattyú. Ráadásként villamos energiafogyasztásunk 40%-a is atomenergiából származik. Kérdés. Milyen más ehhez hasonlítható technológia van még magyar kézben? Ármazik. Én úgy gondolom, hogy az igazi probléma az nem a berendezés, az igazi probléma az ember a berendezések mögött. De emberekről beszélek. Vannak olyan emberek, akik értenek hozzá, és hát nem kapják meg ezt a lehetőséget. De ha Paskettőt nem csináljuk meg, akkor... Hát azt talán megcsinálják. Ezt ugyanúgy felkívánják számolni, mint ahogy megszüntették a szénbányászat. Hát a szerencsére az ellenzéknek nincs szalad pillanatilag, csak dumál a levegőbe. Itt arról van szó, hogy kellenének olyan kihívások is az ipar részéről, a mezőgazdaság részéről, amely megköveteli a szakértelmet, és olyan társadalom, ahol az innovációt biztosító szakértelem csengő arannyá változtatható. Hát ez nagyon hiányzik, ugye a innovátoraink, mint ugye el is hangzott, hát nem büszkekedhetnek a gazdasági sikerrel, de nem csak a gazdasági sikerrel, egyszerűen nem is ismerik őket. A Innováció Szövetségnek ez egy nagyon lényeges tevékenysége, hogy időnként rendez ilyen innovációs díjat, és egy párat bemutat. Na tehát én is tudom, a Csonka nevét Magyarországon mindenki ismeri meg a transformátor feltalálóit, és így tovább. A maiakat nem. Az üzemidő hosszabbításhoz már nem magyar transformátorokat szállítottak. Hát ez kellemetlen, de hát ugye mondom, az igazi probléma az, hogy azért vannak magyar találmányok. Nem is ismerik őket, a feltaláló miként az Irinyi elhangzott. A feltalálónak nem jut eszébe azt, hogy ez gazdaságilag hasznosítsa, és én úgy gondolom ebben a szempontból is az egyik kérdés, aki az oktatás kérdezte, nagyon jó kérdés lett föl, mert én úgy gondolom, hogy az oktatásnak nagyon lényeges szerepe van. Ugye én ezt a duális képzést egyik oldalról szeretem, a másik oldalról azonban finoman megkérdezem, hogy csak a hallgatóknak kell gyakorlatra menni? A tanár miért ne értsen a gyakorlathoz? Ugye annak idején a műegyetemen a GANZ mérnökei tanítottak, amikor a transformátort feltalálták. A másik oldalról pedig annak idején, hogyha valaki a műegyetemen ezt a kérdést tanította, el kellett menni a GANZ-ba.
Tehát ez egy élő kapcsolat, a gyakorlat és az oktatás, és a gyakorlat és a kutatás között ugyanez. Amit Magyarországon már így szétvertek, de hát amíg nem rakjuk rendbe ezt a kérdést, addig se lesz semmi. Remélem, hogy a jövő évben már, mint sikeres mérföldkövet emlegethetjük a miniszter beszédét. Hát ezt mindannyian reméljük, mert csak a remény hal meg utoljára. Én nem vagyok olyan nagyon optimista, de azért azt kell mondanom másik részről, hogy akkor, amikor én már az egyetemet befejeztem 1960-ban, azt hittem, hogy engem föl fognak akasztani. Ehhez képest én nekem ma már lakásom, kocsim van, tehát nem kell annyira pessimistának lenni, fejlődünk valamit, csak nagyon lassan. Köszönöm szépen!